Jó, egyefene. Most az egyszer nem fogok ordítani, mert már nagyon sokan írtátok, hogy a fejhallgató lerepül a fejetekre, úgyhogy majd, nem tudom, így kivegyek az udvarra, azt ordítom, hogy jó reggelt, Vietnám. Na, figyeljetek. Na, nem tudom, nem fogom kibírni. Bocs, vedd le a fejhallgatót. Na, jó reggelt, Vietnám! Szavaztok, gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő Farming Simulatorval, amiben lassan elérjük az 1 milliárd eurót. De figyeljetek, egyébként tényleg bocs, hogy nem bírom ki, de komolyan nem bírtam ki azt, hogy ne ordíts csak egy nagyot. Figyeljetek, az a szituáció, hogy a mai napon olyan dolgokat kell csinálni, lehet, hogy cheathez kell folyamodnunk. Lehet, hogy cheathez kell folyamodnunk, gyerekek, mert egyébként vannak bajok, nagyon nagy bajok vannak, be fogok kattolni magamnak 1 milliárd eurót. No, nem ám. De majd meglátjátok egyébként, hogy mi az a szituáció, amit a Keeper kitalált ebbe a részbe. Figyeljetek, meg kellene csinálni ezt a szituációt, tehát ki kellene vágni ezeket a fákat, meg kellene csinálni, fel kellene szórni. Úgyhogy ebbe a részbe nagyon sokat fogunk dolgozni. És várjatok, azon gondolkozok egyébként, lehet, hogy lesz egy ilyen mesélős rész ma, mert lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ne, farvag a Keeper egész végig, biztos, hogy ne, hát az majd is lesz olyan érdekes. De hát megpróbáljuk azért érdekesre ezt a részt, össze kéne szántani a főreket, és lassan már mást fogunk csinálni, például gépeket fogunk, legközelebb már ígérem a gépet. A gépekre fogunk gyűjteni, a Keepernek tervei vannak néha, de nem tudja merre van a Béla. A Béla, azaz. Na, akkor az a szituáció, hogy ekkora fákat gyerekek, nem tudok egyszer mit kezdeni vele. De tényleg tudok vele, mert ez is igazából pénz. Az az igazság, hogy ebben a részben nagyon jó lenne összekapni egy kamazra a lóvét, mert ugye lassan aratási szezon is lesz, és a Keeper azt megbolondul, hogyha nem tudja normálisan csinálni. Jó, egy kicsit elment az eszem, ne haragudjál. Annyira függöm ezt a játékot, egyébként megmondom őszintén, most figyeljetek, megmondom őszintén, nem azért van két rész, mert én jót akarok nektek, hanem azért van, mert egyszerűen nem bírom ki, hogy ne toljam neki. Komolyan mondom. Komolyan, ez megvágna erre, vagy valami legyen, hát hol? Hol van itt a dolog? Nem tudom bevágni. Meg vagyok akadva, megakadt a folyamat. Figyeljetek, gyerekek! A Keeper neki áll a munkának. Egyébként arra gondoltam, hogy nagyobb... Bandika írta, hogy tök értelmetlen, hogy ekkora kugli, ilyen 500 kiló. Úgyhogy lehetne, hogy azt kell csinálnom, hogy ilyen kuglik-buglikat normál méretre, ami valósághű olyanokra vágok, és akkor földobom a lumberjack móddal, ha már egyszer van lumberjack módunk, akkor ne az legyen, hogy izéket kelljen, az egy pohárral átéteket kelljen vágni, bakelit levezeket, vagy ilyen tényleg van egy ilyen rusztikus pohárral átétek, hogy azt kelljen vágni, mert nem fér föl a fa, nem tudja fölevelni a csávó. Szóval, ja, egyébként ma lehet, hogy tényleg csitőni fogunk, mert muszáj lesz, oda nézzél, nem dül el. Jaj, rá a lábára kifőnek, jaj, mi történt most? Mostán vannak bajok. Egyébként, hogyha jó kicsire elvágod az ilyen susnyarékot, a cseppjét, ugye? Cseppjét? Akkor az történik, hogy... Mindjárt megmondom, hogy mi. Akkor eltűnik. Na, elmondom, hogy mit fogunk csitőni, elképzelhető, mert azt mondták, hogy itt úgy van megoldva a csekmet, hogy van a föld alatt fa. Rendes fák vannak a föld alatt, és az a baj azzal, hogy mindjárt megmondom mi, hogy nem tudod kivágni innen föntről. Gyakorlatilag úgy csinálták meg ezt a susnyás részt, a bakrasát, hogy fák, oda nézzetek, hogy pörgeti a Keeper a fákat, úristen. Hát mi történt veled, Keeper? Hát meg vagy táltosodva már ezzel a játékba, kovaja, oda. De egyébként tényleg az meg vagyok táltosodva, úgy érzem. Ne vicceljetek velem. Igen, ez a lumberjack mód egyébként jó, sokkal könnyebb vele a fát vágni. Hány óra van? 8 óra reggel? Mikor jó reggelt ki, Vietnám az most éppen aktuális volt, csodálatos módon, mert miért ne? Ha, de nézzük, emelt föl, ne vicceljél velem, Keeper, nem vagy te olyan töketlen kutya. Mondjuk a töketlen kutyák azok, akikkel futni szoktak. Nem tudom, miről beszéljünk, azok gondolkoztam. Például lehetne arról beszélni, hogy
a fofár nem tudom. Olyan gondolkodok. Hogy mivel? Egyébként arra emlékszem még, a régi TS időkből, hogy volt egy Mihály Laci nevű, valaki bazza, nem ismeri ezeket az embereket? Nem hiszem, hogy nem ismerek. Zalába, Mihály Laci. Nem tudom, hol talán valahol Dióská fele lakott, vagy Esztergály Horváti. Emlékszem, hogy valamikor a faterra mentünk ért a reggel traktorral, el kellett hozni, amikor, és ő volt a... Mihály Laci volt? Mondjuk volt egy Mihály Laci buszsofőr, lehet, hogy azzal keverem. Na mindegy, egy 80-as vagy 50-es MTZ-vel, és ha hátulján volt egy ilyen, mint egy KCR-es rakodó kanál, azzal szokta rakni a... Azzal szokta rakni... egyébként ezt érdemes itt szétvágni, mert különben ott rohadt meg örökre, mi? Amúgy jó van, oké. Azzal szokta rakni a silót. De felénk egyébként siló... Soha nem tudom a farming szimulátorban, hogy nevezik az izét. Tudod, ami... Nálunk silónak nevezték. Nálunk bazeg... Ez Magyarországon nem silónak nevezik a... Amikor tudod a kukoricát izé, a kukoricát levágják zölden, és azt ugye silózónak nevezték nekünk azt a járművet. Ugye tudjátok, a tipikus forslitet, amivel lekaszáltad, és ezt silózónak neveztük, és a bukker silóba silót raktunk bele, és silót hordott a fata. Mindig is silónak nevezték, nem holmi, mi a franc van a farming szimulátorban. Mindig azért felejtem el, mindig nem azért, mert hülye vagyok, hanem azért, mert ma, nem tudom, felénk nem nevezték, minek nevezik itt baze. Ugye a rajvok. Szilázsnak! A Szilázsnak bazen, de miért nevezik Szilázsnak? Nálunk sose nevezték Szilázsnak, mindig silózni. Silózni szokott a forsittel a munkás. És mondja meg valaki, hogy valahol nevezik a baze Magyarországon Szilázsnak ezt a cuccot. Hát nem izének, nem silózni szoktak, basszus. Most komolyan tényleg írjátok meg most. Ez csak Zalában van ez a numa, vagy pedig nem életidegen ez a szilás dolog nektek. Ha silózni szoktuk, és ez nem is érdekel, úgy fogom nevezni, mert úgy utálom, hogy állandóan keresem a szavakat, mert olyan szavakat használok, amit nem is létezik bazzai, legalábbis én nem szoktam vele találkozni. És ez, jaj, ne, egyébként ebbe belállsz, ez nem tudom hány kilós a karakterünk, szerintem maga a Terminátor, biztos azért vagy vasból vagyunk, vagy nem tudom, de szerintem belállsz a pótkocsiba, aztán majdnem ide le akar szakadni allan. Hogy el akar mozdulni. Jó, ugorjunk is le, mert ma odébb löködjük, fölvegyük az oldalra, aztán bajunkban. Na, bazza, sorskártyára van! El is felejtettem, és már lassan annyi az idő. Úristen, miért repül ennyire az idő? Nem szereti a Keeper, hogy ennyire repül az idő. Sorskártyára van egyébként, most elértem addig, hogy egyáltalán nem örülök a sorskártyának, nem várok tőle semmit, inkább ne nyerjek semmit, csak ne lenne. Mert ugye, tényleg tudunk pénzt csinálni, nincs is semmi gond, de viszont bukni az... Bukni meg nem kéne. Buknék el. Na, valami legyen itt, hogy bár rajta van a gyere csepőte. Ez itt etűnt. Jó, megoldotta a Keeper, etűntette a fart. Figyelj, hogy tudom ma forgatni, oda nézve, hoppa. Hát mint a izé, mint a Houdini. Houdini forgatta a fákat, nem hiszem. De figyelj, ennyire azt fölvágtam a fát, gyerekek. Figyeljetek egy gyors... Várjátok, még nincs annyi idő. Nem indított el az Keeper az órát. Komoly, esküszöm. Esküszöm, elfelejtettem. Azért mondom, mi van, már ennyi idő van. Aztán elfelejtettem elindítani. Megy már 3 napja az előző rész, ott nem számít. Na, itt vannak ilyen kis csepőték, amiket nem tudom, hogy ki fogok-e tudni majd veretni innen, de majd meglássuk. Figyeljetek, hány fa van még? Van 3 fám. Minél többet, amit tudunk, azt föl kellene summantani a pótkocsira. Mert miéne? Ja, itt írták, hogy valami, ezek a fák, ezek nem, ezek elvileg fák a föld alak. Úgy oldjak meg a modern, lajtosan, hogy föld alárak fákat, csak a teteje látszik ki. Aztán kogodjad meg gyerek, hogyha össze akarod szántani a földeket. Maximum ilyen csittel lehet, hogy bemész a föld alá, azt kivágod a fát. Aztán akkor ott lesz az így örökre, hát már miért ne? Biztos jót tesz az izének, az engine-nek, hogy röpködnek lefele, zuhannak a fák végtelen ideig, azt számolja majd az izét, a fizikáját, hát biztos tök jó lesz tényleg. De hát nem tudunk mit csinálni mást, akkor muszáj lesz valamit okoznunk. De hogyha lehet mást, akkor valószínű, hogy mást fogunk kitalálni. Oda nézzél, Fekete Laci, Magyarország!
mondani. Földobta a tetejére, mindig a vastagját a tetejére, nehogyám jól érezze magát a pótkocsi. Pótkocsi egyébként ezen a pótkocsin ugye bele lehet szórni az öreg anyja valagát is, de nem lehet lekötni, úgyhogy arra figyeljünk, jó? Figyeljetek ti! Keeper nem figyel, mert minek is. Figyel onnan, leágazom úgy, végig futok rajta. Meg levágjuk ezt, úgy. Ó, te fiú, hallod, tényleg virtuóza lettem én ennek a dolognak, nem? Esekkelek. Mint a front katona. Szoktam mondani, édesapám. Új, és majdnem elkezdtem viccet mesélni, de kb. Ugyanazokat a vicceket mesélni, mert igazából nem nagyon emlékszik az ember szerintem a vicceire egy élete során, csak mindig arra, amelyik ilyen kedvenc kategória volt. Hát szóval itt van lenne, és ez a föld alatt van valami. Aztán, hogyha annyira nem zavar minket, akkor szerintem figyelj, minek kiszedni, mert ha nem akar elmenni a cucc, akkor fölösleges, nem? Érted, mire gondolok? Itt van most valami, jó, alacsony, hogy le kell vágni. Aztán igazából, figyelj, most nem akar elvenni az eke, akkor tiszta jó vagyunk, nem? Nem tudom, a gépi munkás nem fog belekeveredni, hogy fát érzékel. Lehet, hogy azért mondtátok ám, hogy ki kell szedni, mert lehet, hogy a gépi munkás mindig itt majd föl fog idén akarni rajt szó szerint. Különböző dolgokkal. Figyeljetek. Azért öcsém. Hallod? Vidék Jedi kardja, a láncfűrész. Egyébként egy jobb láncfűrészet már vehetnék, hogy egy van azt hiszem 6-6-os stíl, vagy nem is tudom hányas, vagy epic nagy. Bár igazából gondolom semmilyen funkciója nincs, hogy nagy stílt használunk, vagy kis stíl. Kis stílű vagy? Jaj, ez most rájöttem! Gyerekek, tudjátok, hogy nevezik azt az embert, akinek kicsi a stílje? Kis stílű! Nem hiszed el, hogy örül neki magának, még egyre kitalált egy pojt. Kis stílű gyerekek! Hát, van itt, megvadulok gyerekek. Kis stílű. Milyen jól néz ki a pótkocsi a mezőn. Komolyan mondom, ez is egy ilyen, mint valami, vagy kortás művészet. Pótkocsi a mezőn, gyerekek. És aki kinkaszál a mezőn és az focizik, azt tudjátok, hogy nevelik? Az a mezőnjátékos. Jó, ó, Isten. Szerintem fogjátok a fejeteket, jó, nem baj. Nem baj. Már itt megint ide leengedezik a szél. Ezeket kellene innen kikapkodni, tudod, a föld alul. Figyeljetek, ezért is pénzt kapok, úgyhogy nem baj. Nem baj, és ez semmi trikk nincsen benne, mert ugye hát ezt megvettem a földet, hozzájár, gyerekek. Figyeljetek, belegondoltok, learadtuk róla izét, a babot, meg a fa, körülbelül annyit ért, mint az egész föld, úgyhogy már megérte megvenni. Hát tök jó ez, már itt mi a szituáció? Ez, egyébként lehet, hogy ezeket tényleg azt érdemes csinálni, hogy elvágod, aztán eltűnik a francba. Na itt látod-e? Itt van ilyen izé, ilyen csekmedők. Mert azt mondom, hogy annyira nem zavarám. Figyelj, kettő fa fölment egy pótkocsira lazányosan, akkor elvileg még egy pótkocsi, aztán már meg is varránk. De várja, az a szitu... Istenem, mit vágtam ide, hallod? Megint ilyen a gancsos akármit. De érdekes, nézd meg, ezt elvisi. Várja, ez mennyikora? Hány kiló? 317 kiló, nincs bekapcsolva ide a mód elvileg, hogy... De valamit bekapcsoltam szerintem, mert... Várja, hogy kell kikapcsolni ezt az erősen vagyok mód. Dupla tap, ja. Aha, jó. Mert akkor meg az a baj, hogyha bekapcsolod ezt az erős módot, erős ember módot, akkor a pótkocsit is véletlen megkapod, azt kilövöd a holdra, érted. Úgyhogy nem érdemes használni. Egyébként aki használja, azt elmondom nektek, hogy úgy működik, most már én is rájöttem, hogy nyomsz egy altot, akkor ugye, az történik. Föl kéne dobni még ezt a fát mindenképp. Ha nyomsz egy altot, akkor nehezebb tárgyakat is elbírsz, hogyha duplán megnyomod, akkor az úgy is marad. De viszont ez most nincs bekapcsolva, ugye? Nincs bekapcsolva. Akkor ez hány kiló? Nézzed már meg. 197, elvileg 200 kilóig elbírja a csávó, nem tudom, tényleg terminátorok vagyunk, vagy valami, de az oldalba be kéne rakni. Ura, essen be. Essen be, kérem szépen, nem esik be.
Mindjárt kell rendezni. Valaki lenne platón. Hát nem így szokták. Mi szóval úgy szoktunk kezét rakni, hogy minimum egy vagy két ember fönn a platón. Ezt ugye szokták rakni, ahol mindig a veszekedés van, abból nem? Erdőn voltatok már? Mindig az van, nem úgy rak, de bazd, nem látod! Oda bele a lukba! Mindig ez megy. Nem? De komolyan. Nem látsz? Hát gyere le, mindjárt fölmegyek, hát nem hiszem, mert nem tudod elrakni, komolyan mondom. Mindig ilyenek szoktak történni. Főleg egy-két fröccs után megvannak az erősödve az emberek, meg hazafele az erdőről. Életemben egyszer borultam, jaj, azt elkömesélem, biztos vannak új emberek, aztán azok meg nem hallották ezt a csodálatos történetet. A többiek meg már tízszer. Hogy, jaj, nem, most ilyenkor nem mondok nevet. Mert hát, hogyha úgy megszekálja, valaki ismeri, akkor megszekálja, hát, hogyha ismerik a traktorost. Voltam vele kétszer erdőn, mind a kétszer olyan körülmények között értünk haza, hogy szomorú voltam, meg egyszerre vidám és minden. Na az a lényeg, hogy egyszer voltunk az erdőn, ementünk a, mondjuk, mondok olyan nevet, ami nem olyan jó. Evettük a Tibibe, elmentünk a Lacihoz. Na a Laci, ha már akkor be volt rúgva, amikor oda mentünk, mondtuk neki, hogy kéne hozni egy kocsi fát az erdőről. Na. Hát rottyentette a izét, az 50-es MTZ-t, bukókeretes volt, hál' Isten. Aztán elmentünk az erdőre, hát kicsit féltem, én voltam a kabinba benn. Mesélt minden, nagyon érdekes volt, többet nézett rám, mint az utat, tudjátok, az a traktoros, meg ilyen akkora holdjátéka volt az 50-esnek, hogy így azt hittem, hogy már szalomozunk, azt közben meg nem, de ő rángatta jobbra-balra a kormányt, és egyenesen mentük. Jó, oké, meg is nyugodtam, nincs semmi baj, odaértünk az erdőre. Hazafele jöttünk tiszta köves úton, úgyhogy teljesen vízszintes köves úton, fehér kavicsos úton, semmi, abszolút nem volt, nem is emelkedett, nem is oldalra se dőlt, semmi nem volt, gyerekek. Egyszer csak megkérdeztem, te az milyen műszer. Na ez volt igazából, én hibáztam, utána föl is rótta. Mondta, hogy ez volt a baj, hogy én megkérdeztem, hogy milyen műszer, mert őt írtelen ez meglepte ez a kérdés. Kicsit elkalandozott, ugye, a műszer irányába, mindjárt, úristen gyerekek, ez mindjárt, ez nagyon sok van rajta. Elkalandozott a műszer irányába. Az első kerék ilyen kis horgos, nem tudom, ti horhosnak szoktátok, mert egy horgosnak nevezzük, minden egyébként horhos máshol. Az a lényeg, hogy két oldal volt egy kis part, ugye az út mellett. Egy ilyen kavicsos út, de két oldal volt part. Na, az első kerék az olyan, mint ahogy köllött, fölkapott, ezt meg jól eldobtam, hogy sem. Ezt meg egyenesbe húzom, mert itt a bajok nem kicsik már, látom. Látom szomorú sorsomon fököszedni. Ügazán, van ám rajtsúlya, csém. Ha képzeld-e 200 kiló egy ilyen kugli, akkor milyen nehéz lehet. Ugorjál fel, vassza fel. Fölkapott az első kerék a traktornak. Júj! Gyorsan ugorj le. Nem szabad el fölmászni erre a pótkocsira. Na mi van itt még? Mi a fönforgás? Na itt van egy ilyen, ilyen checkmet, látod? És az a baj. Ezt tehet, hogy nem tudod megpiszkálni. Gyerekek, akkor baj lesz. Na jó, mindegy. Nem mindegy egyébként, mert bajos. Bajos az a dolog. Nem kapja el sehol. Gondolom, hát hogyha leágazza vagy valami. Megugolunk. Nem, bazzel. Tényleg igazatok lesz, be kell vennem földalálozás viszont. Mondjuk, hogyha engem nem... Na, ez valamit elkaptunk. Jó van. Elvileg azt mondták, hogy fa van itt alul. És így oldották meg a bokros részt. Konkrétan fa van ütedve nagyon a mélyre. Ott valami volt, nem? Úgyhogy máshogy ezt a checkmatot elvileg nem tudom kiszedni. Át kell verni a készítőket. Gyerekek, hát a sorskártyát ki kéne húzni, nem? Ezerrel nyomjunk egy sorskártya húzást, hát hogyha elvesztjük a gatyánkat is. Oké, figyeljetek, megkeveri a keeper. Nézzük! Ezt komolyan mondom, ez már benne a fejemben. Hát marha jobb az. Ez elpusztul az állatok 10%-a. Köszönöm szépen, esküszöm, komolyan mondom. Hát a tikok,
Várjatok, gyerekek, beugratok aztán tikoknak, akkor megegyezzük őket. 7154 van. Hát ugye annyit tudok csinálni, hogy eladok. Figyelj, úgyis újra venném, úgyhogy akkor kiszámoljuk, mennyi lenne ugye a 10 darab tyúk mínusz, jó? Érted, hogy mire gondolok? Mert úgyis most elverom, újra veszem, úgyhogy akkor 75-be kerül egy csirke, 10 darab csirke, ugye, várjál, 50 darab van, annak a 10%-a 5 darab, ugye? Tehát akkor 5 darab csirkét kellene újra vennem. Hú, gyerekek, 75-ször 5, ugye? 7-ször 5, 35, 5-ször 5, 25, akkor ez ilyen 500? És jó, 500 lefedi gyerekek. De várjál, hát kiszámolom, hogy pontosan. 75-ször 5, ugye? Így kell kiszámolni, hát nem. Legyünk pontosak, meg a keeper most, nem, így kell beszámolni fel. 375 pénzbe kerülne ugye az öt csirke újravétele. Hát ez a sorskártya ilyenkor már nagyon, még nem nagyon befolyásol minket. Ez akkor lenne rossz, hogyha lenne egy 800 marhánk, érted? Úgyhogy ez nem még jó, 300, 375 volt, hogy mennyi jön. Jó, 400, figyeljetek, minden együtt, ne szórakozzunk. Hát ez meg azért kifogtuk most ezt, nem? Azért van szerencsénk. Na gyerekek, akkor itt mi a szituáció? Na, ezeket beszéltem, hogy itt vannak bajok, várja. Itt van egy fa. Jó, azt direkt eltűntettem, megmondom a frankót. Kicsit hanyag módon. Volt valahol egy tuskó. De hol? Aha. És tudja, de jó van, itt ezeket nem tudom, hát bekövetni főről azt beszéltétek. Jaj, de nem örülnek a képet. De várjátok, elvisszük a fát. Ellenre. Csapjuk neki. Ja, de egyébként, hogyha... Igazából ez csak zavaró, mert ugye el akarni ezekben nem akadsz, mert azt ki tudod vágni. Talán nem potyog-e, most szaralódik. Az a hátsó az... Nem, jó, nem potyog ez. Úgy gyerekek, ne menjünk rá a földre, mert be fogjuk ásni magunkat. Ma megállna. Meg még a... Ó, te potyog a fa, te fiú! És mit csinálok? Meg vagyok szédülve, gyerekek. Potyog a fa. Nem jó az nekünk így. Na. Földobta a hülye, figyeled? Ezt nem igen körülbalni szerintem. Hogy fütettem az a végébe? Hát ez jó meg van akkor. Jaj, ne menj rá a földre, hülye gyerek. Muszáj. Akkor adjál neki. Van súly, aztán elássa magát a gép a francba. Az nem lenne jó. Gyerekek, az a nagy böcek már megint le... Ja, ó, hát majdnem rásod valakire. Ha baleset veszélyes, ez nem viccelj velem. Ide megpróbáljuk bevigyeszteni. Megáll! Ha nem ilyen görcsfákat csinálnék, Bondivi, akkor lehet, hogy meg is állna, nem ez lenne, hogy teljesen szituációk történnek. Igazodik. Jó, hát nem szabad... Tényleg, ez a mód egyébként, hogy a tela ilyen realisztikusan viselkedik, az igaz, hogy szivatja az ember, de én nagyon bírom. Bírom, bírom. Figyeljetek, átmehetünk a TS telepre, mit gondoltok? Menjünk már a TS telepre. Olyan kíváncsi vagyok, kicsit így megcsap minket a szelletje. Egyébként egy dolgot azt írjatok meg, srácok, hogy ugye ez 250 euróért meg lehet venni. Én azt nem tartom jogosnak, hogy annyiért bár meg lehessen venni. Ugye lehet sorskártyából kiúzni, meg ugye javasolták többen azt, vagy nem is egy ember javasolta, várjátok, ez befele nyílik, jó van. Hogy legyen az, hogy 1 millió euróért ha akarom megvehetem, gyerekek. És szerintem az tök reális, mert 1 millió euróért megmondom őszintén, ezt azért megvenném. Azért azt így élném. Azért itt lehetne dolgokat csinálni 1 millió euróért. Na? Mit szólnátok hozzá, 1 millió euróért megvehetem? Szerintem az úgy korrekt, az nem is olyan baza. A laprugók most azt recsegtek. Azt szerintem korrekt lenne, nem? Ugye itt meg disznólag vannak, azt hiszem, gyárilag, de ugye minden le van adva
a földrű, hogy ne az legyen, hogy a keepernek bármi előnye legyen, mert akkor ugye eladhatnám, mert ugye itt vannak különböző dolgok, meg van ilyen legelő, már kapásból a neveden a játékban a legelején, meg ugye ott a farmház, tudod a házad, de mondom, akkor meg olyan ideje, olyan snassz, hogy azok ilyen több százra térnek, hát akkor el tudom adni őket. Olyan, inkább akkor majd kelljen megvenni azt is, ugye arra is kelljen gyűjteni. Mindjárt kinyitom a kaput, várjál. Ezt mit mondtatok? Miért voltak ezek a dolgok itt? Valaki azt írta, több variáció van, valaki azt írta egyszer, hogy ez ilyen fertőtlenítő dolog. Egyébként erre lehet, hogy jobb jönnöm, mert ugye majdnem végig aszfalt. Hogy ilyen fertőtlenítő dolog, hogy a kerekeket le tudod mosni, hogyha mit tudom, állatokhoz ne vigyél be mocskót, meg ilyen, amikor kibejársz. Gyakorlatilag lemosod a kereket. De valaki azt is mondta, hogy mit is, várjál. Nem, konkrétan erről volt szó, ugye? Erről volt szó. Hogy nem tudom, vagy azt mondta valaki, hogy el körött szokott lenni egy ilyen keret, amiből így spriccelt a víz, és akkor le tudtad mosni a gépet? Vagy valami ilyesmi, amikor bementél valami ilyen telepre, ahol állattartás is volt, bár én megmondom őszintén, hogy valóságban nem találkoztam vele, úgyhogy azért sem tudom, nem tudom. Gyerekek, a mai részben jó lett volna megvenni a kamaszt, de egyébként még van rá esély, mert azért nem olyan kevés fal. Igen, jó csálénál. Na, ne kezdje pittyegni, úristen, a telefon, elfelejtettem, lehal két halé. A gyerekek öt tikert megdöglött, ne. Azért, tényleg hogy vannak itt durva dolgok. Nem tudom. Hát ugye nem döglesztettem meg őket, mert újra kellett volna mennem, hanem inkább azt csináltam, hogy kifizettem annak az öt lyuknak az árát, ez igazából ugyanaz, mint hogyha eladtam volna őket, levonom a pénzt, utána meg újra veszem. Szóval azért lett így. Hát ez egy veszélyes sorskártya tudnám lenni, hogyha később van. 11 ezer gyerekek, nagyon kettő ilyen fa. 18 ezerünk van, szerintem eladnám még a nem tudom mennyi van a kombányba. Meg eladjuk még egy fát. És akkor meg tudnám venni a kamaszt. Úgy megvennék egy ilyen nagy billencskamaszt, tudod, ez tök fun lenne. Azért azzal lehetne hordani, meg azzal gyorsan hordod a szemet. Meg ugye majd traktor után kellene valami nagy ilyen kiközelítő kocsi, mondjuk úgy ilyen átrakó kocsi. Ez is ugye tárfban van a keepernél. Nem tudom merre lenne rövidebb. Egyébként az lenne jó, hogyha itt át lenne ugratni valahol. Csak ugye itt árok van. Lehet, hogy kellene hozni ide valamit, így beleburítunk buzát, aztán akkor át lehet rajt menni, tudod, nem kell körbe venned. De így, hogy erre jövök, nem tudom, lehet, hogy innen már nem biztos, hogy TS-telepen keresztül mennék. Üresen ugye azért lehet vágtatni. Várja, itt, most azt nézem meg, hogy itt fognék nyomni egy jobbost, akkor nem kellene átmennem mindig a idén. Aha, ez jó, jó. Nem kell mindig átmennem ott az árkon, meg nem kell addig elmennem. Hát most képzeljétek el egyébként a gyorsabb járművel milyen flankon lehetne ugye hordani ezt a cuccot, ezzel nagyon sok idő elmegy. Ugye a logisztika az nagyon fontos ebben a játékban. Ezt mert egyébként már kitárgyaltam az előző részben, és tudom, rengeteget beszélünk róla. De hát azért nem baj, hogyha még felhozzuk. Na, itt átvágunk. Hát figyeljetek, eladtam a földet ezeknek az idéknek, parasztoknak itt. Tehát azóta olyan gazban van az egész, mint az állat. Ez szörnyű. És persze így üresen is megfogja ezt az MTZ-t ez a főd. Na, pont elférünk, figyelj, nem lassítok. Hú, ez jó volt. Kiszámoltak, éve nem szálltam le a gázra, gyerekek. Na, megnézzük. Megnézzük, megmondom őszintén, mentünk egyet, aztán majd kicsit csiteskedünk, meg egy játékon belül, megnézzük, hogy ez hogy van. Hát ugye ez nem nagyon lenne megoldható. Hát igazából szerintem tényleg itt fáj vannak alul. Csak az a baj, hogy ezeket az object, azokat a fákat majd ugye ki is kellene törölni, hogy tényleg ne az legyen, hogy egy örökké valósági zuhanó fa legyen a föld alatt. Nem tudom, hogy lehet-e objectet törölni dev módba, hát majd azt meg kell néznünk, jó? Ja. Akkor belátunk a legnagyobb ganyéba. Van még két fám, ez pickpack, várja, arra jó. Van két fám, az pickpack, megoldom. Tudom, hogy a az aratás az így szüneteltetőségben van. Oda néz, kitalált a keeper, hogyha valaki dönteni. Úristen, mit csinált a keeper? Hát mi vagy te, Paukember? Paukember?
Megvágja, kivágja, összevágja. Pikpak. Egyébként komolyan mondom, a faaprítás, régen nekem egy ilyen rémálom volt, ez a mód, ez marha jó, mert tök messze tudsz izé vágni. Na, játszok, így. Adjál neki. Vastagját az aljába lehet, hogy a másiknak is azt csinálom, hogy kivágom a másik fát, és azt a vékonyát a tetejére vastagját az aljára, hát nehogy legyen mind a színakadalt énnek. Na, mi van itt? Mi folyik egy gyöngyösön? Mi folyik egy gyöngyösön? Micsoda mémek vannak, nem? Egyébként tök bírom ezeket a régi... Vannak még új mémek egyébként? Azok a régi mémek annyira mennek, ugye ez a mármint annyira emlékezetesek, ez a mi folyik egy gyöngyösön, meg a Pepsi Béla, meg nem is tudom ki volt, még tudjátok, addig megyek a biciklivel, amíg tart a bor, arra múltkor volt róla szó. Valaki föl is ismerte, már egyben mondta, hogy hát tudom, mire gondolsz. Aztán ide, vannak ilyen nagyon nagy mémek. Jó, meg a izé, meg a... Kiveszi a vízből az oxigént. Ja, jó, ez jó, mert így eltűnnek, megmondom őszintén, mert a tökömnek van kedve ilyen gályákkal itt szarakodni, és akkor így el tudod tüntetni, hogyha elvágod több részre. Egyébként nem vagyok valami nagyon smartám, okos, mert ezt úgy írta valaki, hogy egy bizonyos kilónál kisebb fát vágsz, akkor az eltűnik. Gyakorlatilag el tudná tüntetni ezt az egész hóbelebancot is, hogyha apróra fölvágod. Na, hogyha olyan kicsire vágod, hogy mit tudom, hány gram, akkor eltünteted. Mekkora izé van itt? Csádi. Csádi. Igazából tudjátok, mi lenne nekem jó? Csüzelőnek, hogyha minden, meg lenne a mindennapi csádi. Aztán akkor nem lenne gondolom rá, érte, tüzelőre. Ja, azt hiányzik nekem. Jó. Jó, remélem, hogy ez annyira nem esett le mindenkinek, jó van, ez nem számít. Nem ilyen vagy kitől, nem számít. Jó van, csináljuk, szépen elpakoljuk az aljába a vastagot. Egyébként annyira basszus, nagyon túlságosan élem ezt a sorozatot, mindig egyszerűen parancsolnom kell magamnak, hogy ne toljam ennyire. Mert aztán mindig azért már jó, hogy nem három részt rakok ki naponta kénomba, csak hogy már hadd játsszak. Igazából mit tippelgettetek, hogy hány mennyi idő alatt lesz, meg hány év alatt, ugye? Hát attól függ, hány részt rakok ki naponta, hogyha ha 20-at, akkor elég gyorsan meg lesz, mi? Csodálatos. Na, látod, így akkor most a vastag gyomor az aljába, talán kevésbé dűl föl. Ezeket a csöpjét meg felszórom a tetejére, de ezt már megint eltanultam. És ez lesz majd, hogy ezt nyomom, a csöpjét. Itt is van ilyen bot. Hát ezt nem kellett földobni, testvérem. Azt hittem, hogy majd kemény leszek, megdobom. Ez egy kicsit nehéz volt. Jaj, és annyi, mit csináltál? Könnyél le róla, így futkoznék a fűrészszem az erdőbe, itt a fa körül. Így tanulja meg valaki a favágást. Azt hiszem idő van, meghalt 3 perc után. Futná egy ilyet, ez a fűrészszem, aztán fejed már nem lenne. Nyia, nem mi történt? De azt nem mondta, hogy felszórtam egy fát. Esküszöm, gyerekek, nem zombi van velem, de... A profizmus egyszerűen kiveri a biztosítékot már. Ja nem? Jó van, oké. És ez jó betűnt. Várja. Ezt meg elvágtam ketté? Hát ez köllött nekem most, ilyen pici kis cseppje van itt is megint. Írjatok olyan szavatokat, gyerekek, hogy amik a felétek... Ó, te fiú. Ami felétek ismeretes, és úgy gondoljátok, hogy máshol nem az országban. Tehát valahogy bedobom az MTZ-be, meg valandulok. Nyilván, na hubban ez a picik, most tudom azért, hogy itt van-e. Nem, nincs meg, hallod? Ott van, oda néz, oda dobta, hülye gyerek, háromszor átdobja izé. Pautkacsit.
Ja, kíváncsi vagyok. Na kajákat. Tudjátok mit? Kajákat. Arra marha kíváncsi lennék, hogy milyen kajákat hoz. Te hol a utolsó fa? Ja, ott van. Az mit keres az ott? Közben átballagott. Szökik a fa, gyerekek. Ezért jó kerítést csinálni, de megszökik. Én bekerítem. Na mi van itt? Édes Isten, ezek tényleg valószínű, hogy fák. Nézd meg, ez három fa körülbelül. A kettő, három fa biztos, hogy van. Itt a föld alatt. Föld alatt, éppen beszélsz, jól van. Semmi baj nincsen, kultúra az van megint. Figyeljetek egy igazán, hogyha földre dönteném, talán könnyebben kisilabizálnám. Tudjátok mi az a silabizálás? Kisilabizál... Azt a betyár! Mekkora vagy te! Ezt sose váglak föl. Könnyebben kisilabizálnám, ha földre dönteném. Amit akartam nagyba mondani, csak elfeledtem. Ja, mindjárt csitelünk egy kicsit, elmentjük, aztán csitelünk, megnézzük, hogy mi van a föld alatt, jó? Devmódba lehet repülni, nem tudom, hogy van-e noclip mód, de szerintem egyébként van. Most meg nem tudok googolni, mert itt elcseszte a képet. Nem tudom, szerintem tudok noclipelni, tehát ilyen falon át tudok wallhackelni fogok, vagy wallhackelni, nem, ezek nem az wallhack, hanem más, nem? Ezek, jó, megoldottad. Úgyhogy mindjárt lemegyünk a föld alá, jó? És akkor megnézzük, hogy egyébként tök jó, hogy írtok ilyen tippeket, mert például az Istenek nem jönnék rá, hallod? Hogy hogy tüntessem ezeket el? Ezekre fákat? Na gyerekek. A sepőde. Hallod, le se esik, már elvágon, hallod? Ne viccelj. Ugye megoldódott, ott van még fönn egy sepőde. Ugye röptébe, bazze. Tiszta izé vagyok. Egy szamuráj, úgy hallod, mind a nem is tudom, mi volt az a játék, régen akkora menő játékot, emlékeztek rá? A Fruit Ninja, bazze, mindenki Fruit Ninja-zott. Érintőképernyős, mobil, lehetett huszkodni, jaj, de jó volt. Mármint nem azt, azt is lehet, hogy huszkodta valaki, megjöttek az érintőképernyős mobilok, meg a különböző gyurmafilm csatornák, az is előfordul, de most én nem arra húzkodásra gondoltam, hanem a Fruit Ninja az nagyon-nagyon menő játék volt. Emlékszem, az első telefonomon a Fruit Ninja akadt, mint a disznó, de jó volt, mert könnyen izék. Könnyen lesaraboltam a különböző dolgokat, mert úgy akadt, mint a disznó, tényleg. Szóval egy lassított felvételben volt. Nem is tudom egyébként pont. Pont néztem, hogy van valaki olyan cheatet használt, nem is tudom milyen, valamilyen csatornán néztem talán. Ez most mi? Jaj, hogy úgy csináld valami speedrun-t, ugye a speedrun az, hogy ilyen, nem tudom én, Super Mario-val játszasz, nagyon gyorsan végig kell tolni, és hibátlanul kell csinálni ahhoz. Tehát ilyen nagyon jó reflexeidnek kell lennie, hogy ezt megcsináld. És a csávó azt csinálta, hogy szándékosan úgy szarráter, ilyen, hát nem szarráter, tehát nem úgy volt, hogy most ő programokat futtatott, hanem gyakorlatilag és pont úgy állította be, hogy ilyen pont lassan fusson neki a mondjuk a Super Mario, ha már azt a példát hoztam föl. És akkor ilyen lassan futott, és akkor tök végig tudta tolni hibátlanul. És annyit kellett csinálnia, hogy fölgyorsította normál sebességre. És akkor mindenki azt hitte, hogy baromi jó reflexei vannak, azt nem, csak úgy játszotta végig a játékot, hogy lassan futott neki, érted? Most ez olyan, nem akadt, hanem lassan futott. Tehát nem kellettek olyan baromi jó reflexek, mert ilyen nagyon lassan ment. Tararara, 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 tararara. Úgy gyerekek, nektek mi volt a legelső mobiltelefonotokat? Írjátok már meg, hallod? Elmondom nektek, nekem milyen volt, megőrültök, komolyan. Úgy de szeretek beszélni mindenről, nem tudom, remélem, hogy ti is azért elviseltek engem. Ez nem eső le? Jó, nem eső le. A legelső mobiltelefonom az egy Alcatel. Alcatel Max talán, Alcatel Max volt, amelyik ilyen izének mondták, hogy hasonlít, kettő dologra hasonlították, ilyen babra, vagy babra, babra, nem, babapiskótára,
ilyen sárga volt gyereke, kettősoros Matrix, ilyen mit tudom, Matrix, pont Matrix kijelzője volt, kettősoros, gyakorlatilag akkor úgy volt, hogy ilyen három szó, hogyha kifélt rá, akkor örültél, de nem félt ki rá egyébként. A, meg izolyára is, meg intim betétre is hasonlították, szárnyas betétre, de inkább igazából baba picskót azt szokták rá mondani. Na, olyanom volt a legelső telefon. Izé volt 125 forintos perzdíja a gyerekek, akkoriban, amikor nem is tudom, nem túlzok, amikor egy ilyen minimál bér az ilyen volt 40 ezer forint. Ezt úgy vágod, hogy mit tudom én, beszéltél egy órát, aztán mindjárt elköltötted a bérednek a negyedét, mondjuk, vagy még többet, ugye. Nem, negyedét kb. Úgyhogy nem volt egyszerű. Játékot felejtsd, de fényképezőt felejtsd, de egyébként volt régebbi telefonom is, mert volt a Nokia-nak, ami jobban tetszett, mivel nagyobb kijelzője volt, igaz, akkora volt, mint egy féltégla, az egy 21-10-es Nokia volt, hát a szó szerint egy féltégla volt. Ahhoz lehetett kapni külön vastagoksit, vékonyaksit, amit nem tudom, miért nem csinálnak a mostani telefonoknál, vagyis már miért nem csinálnak olyan opciót, hogy én a vastag aksival akarom, de bírja három napig, ne az legyen, hogy fél nap alatt leverül a telom. Érted? Érted, hogy mire gondolok? Szerintem. Na gyerekek, ezt még evisszük, meg kéne venni a kamaszt, hogy valami produktív is legyen a mai napba. Figyeljetek, ott egy fa, és rohadtul át kéne nézni, ott volt, már volt? Itt volt jobbra egy fa. Láttam, valahol láttam egy fát, itt van el. Igen. És ja, és a 21-10-es, az. Ja, volt vékony aksi, vastag aksi, és ugye egy lecsúsztatható aksia volt, ezért simán ki tudta cserélni, szóval nem volt nagy gond. Nem nagyon akarok rámenni erre a földre, de huszáj volt most. És azt nézem, gyerekek, hogy itt mi a szituáció. Ah, meg kell nézni a fát. Nem tudom, lehet-e deletelni objectet, mint például a fát ki tudnám törölni, az jó lenne. Tehát nem kivágnám, mert akkor mindig ott esik, zuhan, repül, akármit csinál. Be fogunk csitelni a föld alá, bazzeg. Lemegyünk a föld alá, még ide, idő előtt. Lemegyünk megint a TSZ-tele fel, hogy ne rászkodjon le a fa, de egyébként elmondom nektek, hogy milyen gyorsan és milyen jól elraktuk. Ugye most az aljára beraktuk a vastagot, nem azon, hogy a nagy böcekek potyadoztak lefele, mint az őrült, hanem most azok alul kerültek, ugye. Hát gyerekek, most azért ezt megraktam, na. És ez kb. Ugyanolyan gyors, vagy szinte gyorsabban, de sokkal jobban elraktam. Ez is kettő fa volt, meg az is kettő fa volt. Én nagyon kíváncsi vagyok, ha nem vagyunk a föld alá, mi lesz. Ja, megpróbálom törölni őket. Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán. Azt hiszem, hogy valamit lehet törölni, de nagyon kiderül, gyerekek. És ne olyan, hogy hülyeséget csináljunk, úgyhogy mentünk előtte. Bemegyünk ilyen dev módba. Egyébként az, ha valaki akarja, azt nyugodtan le tudja tölteni, ilyen developer módot beüti, az FS19, aztán az első találat jó is lesz. F11-el tudod előhozni, gyakorlatilag tudsz, mindent meg tudsz változtatni, hogy milyen növény legyen a területeden, meg legyen-e trágyázva, ne legyen-e, adolni tudsz pepénzt, mindent tudsz. Nem csalok, látjátok, én igazából végig, mindent végignéztek itt, nem csalok vele, hanem csak arra használjuk, ugye, hogyha például pénzt bukunk, vagy pénzt nyerünk, akkor beadoljam, hogy ne az legyen, hogy nem tudom én, hogyan kelljen ezt megoldanom, de egyébként úgy dől ez a foltkocsi, kicsit félek tőle. Hoppá, igen. Kicsit nem, attól is féltem, hogy leesik. Egyébként nem kizárt, hogy elhagytunk fákat. De hát most mit csinálják a gyerekek? Mit csinálják? Az aranynak is van egy kis, minek nevedik azt, ami elveszik belőle. Hallod, ez meg leesett. Hát de meg nem is szó. Majdnem fölvettem ezt, te. Na, mondom, mi az? Megláttam, érted? Már egy becsillant a szem. Ja, lehetne mostani telefonoknak is, én preferálom. Tudom, hogy lehet ilyen ide powerbankot venni, meg volt nekem is, de olyan nyűgös, mint az állat, mert külön töltöd, akkor utána biztos, akkor nincs nálad, amikor kéne, meg biztos le van merülve, akkor, amikor nem kéne, meg ráadásul kábelezen, meg a tököm tudja, tudom, van olyan tok, meg minden, de nem. Miért nem lehet azt, hogy igen, én izével akarom a P40 Lite-omat, dupla olyan vastag aksi, leszarom, hogy, mert olyan, tudjátok milyen vastag egy ilyen aksi egyébként? 3 mm. Telefonod nincsen 1 centi vastag, sőt, mennyi?
6-7 mm, abból az aksid az 3 mm. Na, most hogyha én úgy akarnám, és ugye ez nem is az egész hátulját teszi ki, nem is teljes felületét, hanem egy részét. Tehát, ha én azt mondanám, hogy legyen 3 mm-re nagyobb az a telefonom, vastagabb, leszarom, észre se veszem. Viszont ugye már is nem kétszer annyi aksi kapacitásom lenne, hanem ugye az egész hátuljára akkor rákerülne egy hatalmas nagy 3 mm vastag lapos aksi, hanem akkor már háromszor annyi, hanem akkor mit tudom én, nem 5000 mAh órás lenne, hanem 15000. És ezt minden telefonról egyébként miért nem csinálják meg? Tudom egyébként, hogy vannak ezek a olyan telefonok, amik direkt arra mennek, hogy nagy aksi kapacitás, tőleg az ilyen Caterpillarek, meg van egy-kettő gyártó még, aki próbálkozott ilyennel, de ez nem így kellene, hanem opcionálisan választható legyen, mert egy csomószor inkább legyen, igen, nem érdekelne, hogy vastagabb, mint tudom, 5 mm-re tényleg a telefonon, még az se érdekelne, hanem legyen. És ez tök jó volt régen, a Nokia 2110, ami meg egy csomó telefonál, és az a durva, az Alcatel Maximum, a legelső telefonom, azt meg képzeljétek, az volt, hogy az aksit kivetted, és három darab ceruzáele, volt egy ilyen mount, bele tudtál rakni három ceruzáelemet, és be tudtad rakni, és be tudtad kapcsolni. Hát az is tök jó volt, mert ugye ceruzáelemet azt akárhol tudsz kapni, hogyha véletlen leverül a telefonod, meg ráadásul ugye lehet, vesz 800 tölthető ceruzáelemet, és akkor lehet nálad egy valaggal, érted, és kicseréled, és nem úgy, hogy hozzáraksz egy powerbankot, ami tök idegesítő, 11.000, jó van gyerekek, ami tök idegesítő, mert dugdosni kell, nem berakod, és a telefonban van, érted, három ceruzaelem volt, de nem, ja, izé volt, ez a tripla, három, triplás ceruzaelem, gyerekek, triplás ceruzaelemnek baromi jó a grafikája, baromi jó a grafikája triplásnak, gyerekek, az biztos, és az EA adja ki, vagy az Activision, vagy pedig a izé, mi az, Ubisoft, de vannak a izék, a nem triplás ceruzaelemek, azok meg a izék, a indie fejlesztésű, értitek? Ott inkább arra mennek rá, hogy a játékmenet jobb legyen, grafika az nem annyira. Jó, gyerek, ha figyeljetek, na, sok pénzt kerestünk ezzel, hallod? 20 sok ezer euró volt. Tök jó, örülök neki. Ez az M10-en már megint mindjárt itt el akartam menni. És akkor itt tanuljuk be a belső nézetbe is, mert szeretek belső nézetbe. Itt a kettő ficsomó között. Adjál neki. Mindjárt megnézzük, akkor dev módba lemegyek a föld alá, mi van a szituáció. Mert tényleg az a baj, ott marad örökre az a bozót, és barom irritáló. Tényleg azért kellene csalni. Hát ja. Igazából a izék csaltak. Map készítői, hogy fákat raktak a föld alá, azért, hogy ottan legyen a bozót. Igen, map editorba egyébként, ugye, map editorba, ja, abba, editorba, nem map editor, editorba ugye ki tudnánk belőle szedni, de hagyja, hallok, nem akarok hozzányúlni. Így meg igazából, hogyha látjátok, akkor bárki meg is tudja csinálni, utána nem tudja csinálni, mert egy editorban nem mindenki fog elboldogulni velem együtt. Persze néznék pár tutoriált, tudnám, hogy kell kiszedni, de sokan nem hiszem, hogy azzal akarnak beszélni, hogy editorba fákat szednek ki a föld alul. Jó van, gyerekek, akkor ez így megvan. Akkor jön egy kis editorkodás, vagy egy kis izé, egy kis demót. Vagy játékmentéset nyomok mindenképpen, nem tudom hány óra telhetett el, gyerekek, szerintem még nincs, még nem, még egy órája nem megy, ugye? Reméljük. Na figyeljetek, akkor ugye... Állja le! Na! Akkor ugye F11-en előhozzuk a fejlesztői módot. Fejlesztői mód, F11. És akkor itt tudod, ugye itt vannak az ilyen globális dolgok, ugye tudsz lekérni egy szalmabálát, meg amit akarsz egyébként, ha akarjátok, csinálok róla egy komplet bemutatót, különben tök jó. Ugye időt tudsz állítani, milyen idő legyen, mindenféle hülyeséget. Ugye itt a földekkel kapcsolatos dolgokat tudsz, hogy a 11-es földön búzna legyen, milyen növekedési státuszban mennyire legyen, meg minden igazából meg legyen a szándban, legyen meg, le legyen gyomírtózva, mindenfélét meg tudsz, el tudsz
be tudsz állítani. Ugye itt a gépekkel kapcsolatban, amivel éppen ülsz, például azzal kapcsolatban tudod, hogy mennyire legyen dörtös. Motor főmérséklettől elkezdve a megtankolhatod mindent. Nekünk most erre van szükségünk, és akkor van egy olyan, hogy repülésmód. Oké. Oké, és akkor most elvileg csak bekapcsoltam én, bazd. Igen. Repülésmód, igen. Akkor most igen, igen. Erre le, igen. Elvileg már nyitok, és beindít, beállítunk még egy olyat, hogy gyorsan tudjak. Egy sebességet, sebességi szorzót. Elcseszem? Oké. Okay. Azért, mert elvileg valahol írták, hogy valahol le lehet menni a map alá. Én most bocs egyébként, tényleg srácok, hogy én itt ezzel trükközök, de... Főleg, ha nem lehet, akkor az lesz a jó. Aha. Minden baromira nem lehet. Jó, oké. Gyerekek! Érdekes dolgok vannak. Ugye tabbal vissza tudsz ugrani egy gépetbe, szóval nagyban nem lesz. Megnézzük ezeket a fákat a térkép alatt. Gyerekek, hol vagyunk? Hol vagyunk, gyerekek? Itt van a... Hát azért nem is egyszerű megtalálni azt a betyáról isteneteket. Itt van a bolt. Itt lakunk, látjátok? Itt lakunk. Ott van a 250k. Oké. Okay. És akkor itt van ez a föld, és itt vannak a fák, látjátok, srácok? Itt van tényleg összesen 4 darab fa. Bele van csapadva ide. A csúnya helyre. Akkor annyit kellene, meg kellene nézni még ebbe a dubmódba, hogy nem tudok én eltüntetni valamit. Nem tudom, hogy hogy kell, úgyhogy valószínűleg kivágjuk, jó? Oké, és látszok. Bocs, hogy így csináljuk, de hát valamit kell csinálni vele, mert ez egy őrület így. Na nézzük, hogy oppa, hogy mi történik, hogyha én... Ja, hogy nem tudom kivágni, Dick. Ó, te fiú. De, ja, de, jó. Ki, megpróbáljuk kivágni a gyerekek, hát ez érdekes lesz. Hova fog tűnni, arra vagyok kíváncsi egyébként. Jaj! A hülye gyerek. Jó, hogy elmentettük, mert itt vannak dolgok. Érdekes dolgok vannak, szerintem.
Ez most fölment a izé fölé. Aha, fölment, jó van, oké. Akkor nem lesz gond. Hát akkor maze. Az a baj, hogy azokat is el kell szállítanom, Dick. Várjátok, ez a speed. Ez a sebességmód be van kapcsolva, az őrület van így. Oké. Okay. Srácok, az ötletem, megmondom őszintén, a csalásnak érzem magam ellen. Az, hogy én ezeket bele fákból pénzt csinálja. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy ezt gameplay-en kívül ezeket a fákat elviszem, leadom, és törlöm a pénzt. Mert igazából ezek nincsenek rajtam otthon, ezek ugye ezeket így oldották meg a bokrokat, hogy elég, de az oda elrepülte. Ez így nekem nem kóser, hogy nem létező dologból pénzt csinálják. Viszont ezeket ki kellett szedni, mert különben egy ez sajnos így oldják meg ugye a modellek, gondolom máshogy nagyon nem lehet. Bokor nincs a játékban. Magyarországon meg sok a bokor, úgyhogy ez körülött. Jó van, gyerekek. Ugye ezeket a fákat, ezt egy, kettő, három, ott van. Nem tudom, még hova tűnt egy. Ezeket így eltünteti a keeper. Jó, srácok? Ez lesz. Ezeket eltüntetem. Gameplay-en kívül. Nem tudom, hogy hova repült, vagy hova tűnt. Nem figyeltem. Oda? Oda repült a... Jó van, oké. Eltüntetem őket, gyerekek. És akkor innen folytatódik akkor a kaland. És akkor most föl fogjuk tudni szántani a földet normálisan. Ja, ez nem lett volna jó, ha bennmaradt. Valószínűleg a gépeket is zavarta volna. Ugye a munkásokat. Hát ez egy ilyen... mondhatni bagáltüntetéses kis projekt így belekerült ebbe a részbe. Remélem nem volt gond ebből, mármint hogy ezt így megcsináltuk, de hát máshogy nem lehetett volna, meg láttátok ti is, hogy akkor hogy tudjátok megoldani, amit én megoldottam így. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csöltöztök!